Szeretettel köszöntöm a Karcefem stúdiójában Ligeti Dávid történészt, a Veritas Történetkutató Intézet és Levértár Tudományos Főmunkatársát. Nemrég rendezett a Veritas egy konferenciát az Országháznak a Delegációs termében rendezték meg, ez stílszerű volt, mert ugye ez a delegációk, ez ugye éppen a, a monarchia idejéhez, a dualizmus korához kapcsolódtak, itt tanácskoztak, a, ha majd Budapesten tanácskoztak, akkor a két parlament delegációi, és az dualizmus korának pénzügyminisztereit vették sorba. Az ön előadása az, az utolsó magyar pénz, utolsó, a Monaria utolsó magyar pénzügyminiszteréről, Teleszki János életéről, pályafutásáról szólt. Ezt a címet adta neki, hogy a nagy háború magyar pénzügyminisztere. Hát ez már sokat előre jelez róla. De hát érdekes, hogy nem sokat hallunk róla én megmondom őszintén, itt hallottam ezen a tanácskozáson először az ő nevéről, még más pénzügyminiszterek, nem tudom, Vekerle, Szélkálmán, ezekről el van nevezve utca, tér, ő, ő, ő pedig valahogy, valahogy kikerült ebből a körből. Tisztelte, köszöntöm a podcast megtekintőit, nézőit. Igen, Tereszki valóban egy háttérember maradt az egész pályafutások folyamán, és hát megvallom, hogy én nekem a korszakom a dualista Magyarország története, de az igazság az az, hogy én sem sokat foglalkoztam, vagy láttam Tereszkinek a nevét, igazából az első világháborús kormányedzőkönyvekben is viszonylag ritkán szólalt föl például minisztertanácson, tehát ez, ennek vannak bizonyos háttérokai. De az is benne van nyilvánvaló módon, hogy a Teleszki által képviselt gazdaság filozófia az hát 45 után szákol egy sokak szemében. Tehát igazából egy letűnt kapitalista, imperialista kornak volt a pénzügyminisztere, és úgy kikerült a, az érdeklődés homlokteréből. 1945 előtt nem ez volt még a helyzet. Tehát azt lehet mondani, hogy a két világháború közötti időszakban egyrészt a közgazdasági szakirodalomban, de másrészt a közéletben is Teleszki neve azért forgott, tehát sokan tudták, hogy ki ez az ember, ugye a felsőházi tag is lett, és hát, hát egy pénzügyi szakember volt, tehát ezt mindenképpen ki kell róla emelni. De paradox módon igazából abban a korszakban is a horti korszakbeli tevékenysége volt inkább fontosabb. Az első világháború, amikor effektíve pénzügyminiszter volt, az már akkor is valahogy háttérbe szorult. Ezt úgy fogalmazta meg a konferencián, amely teljes előadás volt, hogyha valaki, valakit érdekel, akkor a Veritas honlapján elérhető, hogy tehát úgy fogalmaztam ezt meg, hogy egy szürke eminenciás volt az első világháború időszakában, Tisza István szürke eminenciása, hiszen a, amikor először miniszter, hát 1900, vagy amikor miniszterjével, bocsánat, rosszul fogalmaztam meg, 1912 tavaszán, akkor még Lukács László kormányában lett tárcavezető, de aztán tulajdonképpen 13-tól kezdve több mint négy éven keresztül gróf Tisza Istvánnak volt a pénzügyminisztere. Talán ebből is fakad egyébként, hogy nem annyira hallottuk a nevét, hiszen Tisza nagyon markány személyiség volt, aki vagy az ilyen markánszövénységekről elmondható, hogy akarva-akaratlanul is, de elnyomják a körülöttük lévő szakembereket. Viszont a Teleszkiről szóló beszámolók rendre kiemelték, hogy tulajdonképpen Tiszánnak a gazdasági főt nem nevezhetjük így, az Teleszki volt, és Teleszkinek az elképzelései, azok sok tekintetben alakították az első világháború időszakának magyar gazdasági politikáját Mielőtt is. rátérnénk erre az ő elképzeléseire és munkásságára, honnan származott ő? Igen. Ezek um, szerint ugye nem egy, hogy mondjam, nem egy arisztokrata család. Így van. A származásával kapcsolatban egy dolgot érdemes még kiemelni, hogy édesapja már jelentős hivatali karriert fut be, és államtitkári rangig vitte igazságügyi téren, tehát azért ő sem homonóvusz volt, ugye semmiből lett tárcavezető. Ez egyébként a dualista időszakban majdnem minden jelentős politikusra elmondható, mert Vekerle az a kivétel, aki erősíti a szabályt, aki gyakorlatilag klasszikus homonóvuszként lett háromszoros kormányfő, de nem ez volt a fő tendencia azért alapvetően ebben az időszakban. Na most Teleszki, hát ő egy nagyváradi családban születik, tehát nagyváradhoz kötődött a család, de aztán hamar Budapestre kerülnek az édesapa hivatali előmenetelével párhuzamosan. Ugye egy dolgot kell kiemelni, ami az adott korszakban nem volt fontos, későbbiekben vált fontosabbá, hogy teleszki családja a jágon zsidó származású volt, tehát az édesapja konvertált át a katolikus konfesszióba, katolikus lányt vette feleségül, és teleszki már katolikusként születik meg, de. Ezt azért a korszakban valamennyire nyilván tartották, vagy, vagy megemlítették egy-két helyen. Persze a két világháború közötti időszakban ez már gyakrabban volt erre reflexió, hogy teleszki származása tekintve a apai ágon zsidó származású volt. Sőt, igazából áttekintve a tárcavezetőknek a, a származását, hátterét, igazából ő volt az első ilyen miniszter Magyarországon a pénzügyminiszterek között, tehát egy, egy ez, ez, a későbbiekben vált fontosabbá, de maga egyébként politikájában ezt nem sose említette meg se hátrányként, se előnyként, vagy más téren. Egy dolgot lehet egyébként elmondani, hogy a Nemzeti Munkapárt, vagyis Tiszának a kormánypártja, keretében. Az 1910-es években azt látjuk, hogy a zsidó származású politikusok, szakemberek előtérbe lépnek. Tehát ez azt jelenti, hogy az ő arány számuk növekszik a korábbi korszakokhoz képest. Ez persze magában nem egy jelentős, fontos tényező, csak ilyen szociológiailag lehet ezt megállapítani. És még annyit érdemes ezzel a kapcsolatban elmondani, és aztán már nem is érintem ezt a témát, mert nem tartozik a előadásomban, és sokat beszéltem erről, meg annyira nem is fontos. Csak amikor még Teleszki életben van 1938 tavaszán, akkor elfogadja hogy a törvényhozás az els, úgynevezett első zsidó törvényt, akkor Teleski is megszavazza ezt a felsőházban. Azt mondja, hogy szerintem nem egy szerencsés okszabály ok ez, mert hogy túl restriktív a zsidósággal szemben, de elismeri azt, hogy mi, mi volt ennek a úgymond keresztény, és mondtam ezt a szót eszmei háttere, és tekintette ezekre a szempontokra, amelyet jogosnak vélelmezel, gyakorlatilag egy külön megfogalmazása mellett, de elfogadja ezt. Tehát ez, ez, ez egy érdekesség vele kapcsolatban. Ugyanakkor ez a pályafutását nagy érdemben nem befolyásolta. Ugye a korszakban, az első világháború időszakában ez nem volt még egy olyan érzékeny téma, mint manapság, tehát például az élszlapokban ezt rendszeresen azért megállapították róla, a karikatúra a rajzokon ez visszaköszön, illetve hát a, mivel Teleszki egy elég takarékos ember volt, erről később én nyilván beszélni fogunk, ez néha előkerült, hogy akkor a gyakorlatilag most idézőben mondom, a zsidó alakja a pénzügyek ez, ez, milyen meghatározások, vagy milyen jelentőséggel bírt. Az kicsit tény egyébként, hogy az első világháború időszakában erősödik az antiszemitizmus Magyarországon. Nem olyan mértékben egyébként, ahogy például a kiváló kollégánk ezt egy 15 éve monográfiájában bemutatja, de az elmondható valóban, hogy a hadigazdálkodásnak a hát mondjuk így visszásságai, amelyek kicsit megvoltak, és kicsit az, a tény is, ami szociológiai tény, hogy sok esetben a zsidó nagyiparosok, kereskedők nevéhez kötődött. Ez azért érintette Teleszkinek is a, a mondjuk így reputációját, de jelentős tényezőt nem jelentett a a korszakban ezt még egyszer hangsúlyozni szükséges, és ö, annak ellenére, hogy ezek a hullámok megvoltak a társadalomban, ez nem befolyásolta az ő miniszteri karrierét. Tehát, amikor 17 közepén elköszönöm a tárcavezetéstől, akkor ez nem emiatt van, hanem más politikai okok befolyásolják mindezt. Hát egy picit hosszú kitérőt tettem elnézést, kérek így a. A, a kérdéshez képest. Lényeg a lényeg, de hát hogy... ahhoz képest ugye, hogy egy nem ismert, nem túlzottan ismert emberről van szó. Igen, de, képest, azért, azért tartom ezt írom. érdekesnek, mert ezt Újvári Gábor kollégám szokta mondani, tehát az ő mondását lopom most el, hogy a történelem sosem fekete-fehér. Tehát nem olyan teljesen, mint a karcefemnek a, a, a szimbóluma vagy, vagy jelképe. Tehát mindig, mindig, azért van, van vannak árnyalatok, és, és, a történészek feladata az hogy lehetőleg hitelesebb árnyalatos képet alkossa meg valakiről. Tehát ez mindenképpen azért hozzátartozik, a, a amikor ez, ezekről a dolgokról beszélgetünk. Igazából a pályafutással kapcsán az a lényeg, hogy jogi tanulmányokat fog folytatni, mint édesapja, és ahogy az előadásomban ez is, a konferencia több előadójától is az elhangzott, akik már voltak korábbi hetekben itt vendégek, hogy a korszakban igazából nem volt a per definíció nem közgazdászképzés. Tehát a közgazdasági szakemberek is általában jogászok voltak, jogi tanulmányok után ásta be magukat mondjuk így a, a közgazdaságtanban. Teleszki is ennek a, a, példája, de itt lehet említeni Vekerle Sándort, illetve Lukács Lászlót is. Tehát igazából ez nem volt egy nem szok, vagy szokatlan dolog, nem, bocsánat, a, a, ebben az időszakban, de, de az elmondható, hogy tulajdonképpen teleszki is ezen a módon, tulajdonképpen autodidaktan módon tanul bele a szakmába, de a diplomázás után lényegében az első munkahelye már a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium lesz, tehát azt mondhatjuk, hogy pályakezdetétől lényegében a miniszteri báson székig egy folyamatos miniszteri karriert fut be, szépen emelkedik a ranglétrán, Annyit érdemes talán kiemelni még, hogy 1893-ban egy hosszas amerikai tanulmányúton vehetett részt, amikor megismerte az észak-amerikai Egyesült Államok viszonyait. Hát, ahogy a konferencián is ez elhangzott, ugye Herman Robert még egy klasszikus reformkori témát, a konferencia fő témáját Lónyai Mennyhírt elemezve megállapította, hogy a reformkori időszakában Angliába mentek a jeles személyiségeink, értelmiségünk, Úgymond tapasztalatokat gyűjteni. Ez a dualizmus időszakából már áttevődik az Egyesült Államokra, és hát Teleszkire is nagy hatás gyakorolt az ottani gazdaság, illetve szokások. És hát elmondható tehát, hogy befutja ezt a miniszteri vagy minisztériumi karriert, és lényegében ezen előzmények után, Őt már az 1900-as évek elején jegyzett gazdasági szakemberként, hát nem ünnepelték, de mindenki esetre elismerték érdemeit. Ugye 1900-as évek elején volt egy nagyon fontos tárgyalás a cukorilletékekkel kapcsolatban, ahol nagy viták voltak, és a magyar delegációt ő vezette Nyugat-Európában, hát volt ez Brüsszel, Brüsszelben írták végül az egyezményt, de hosszas tárgyalások előzték meg illetve szakértőjévé vált a adózás területének, ott is a, tehát nem a közvetlen adók területének, hanem a közvetett adók szakértőjének számított, és ezen előzmények után, még 1912-ben, egy elég válságos periódusban lett tárcavezető. Uh -huh. és ez, a, ez tulajdonképpen egy, egy ilyen válságos periódusnak még az eleje volt, mert még ugye csak 14 július a végén tört ki az első világháború, ő belefutott ebbe, tehát hogy Igen. neki kellett lennie a pénzügyi Igen, de hát ez egy, egy pont az, az időszak, szak, amin ha visszaemlékezünk, 12. május 23-án volt az úgynevezett vérvörös csütörtök. Ha máshonnan nem, a irodalom óráról az ismerős is lehet, hiszen az államszocialista korszaknak is egy fontos dátuma volt ez. Tudjuk, amikor a, tudjuk, még harhatalom ver harhatalom verle egy szociáldemokrata tüntetést. Ugye az mondható előttként az első világháború időszakáról, hogy a, vagy az azt megelőző közvetlen időszakról, hogy pénzügyi szempontból egy turbulens időszakban vagyunk már. A, a fő vita ekkora, vagy a fő frontvonal nevezhetjük így a két birodalom fél között, a védelő törvény volt ismeretes módon. Tehát ez azt jelentette, hogy a mindkét kormányzat, tehát az osztrák is, meg a magyar is fölismerte, hogy növelni kellene a védelmi kiadásokat. Ma úgy mondanánk, hogy a GDP arányos kiadásokat növelni kellene, viszont erről társadalmi viták voltak, hiszen sokan azt mondták, hogy ez még soha annyira szükséges, vagy nem, nem látták azt, hogy egy össze háború veszélye fenyegetne. Hát egy picit ebből a szempontból hasonlóságok vannak a mostani 2022-es időszakkal is, hogy ugye benne van a levegőben az, hogy egy még nagyobb háború ne adja ég, de hát nem lehet kizárni, teljesen robbanna ki. És ugye Tisza István vált a magyar oldalról annak a vezérévé, hogy ezt meg kell tenni, tehát erősíteni kell a közös K, -k haderőt, ha lehet így fogalmazni, és hát Teleszki ezt a programot támogatta, de hát ebből voltak elég heves társadalmi viták. Aztán ugye 13-ban, amikor megbukik Lukács László, ugye az ő alakjára Kovács Kálmán kollégán beszélt a konferencián, akkor lesz Tisza miniszterelnök, és ő megtartja Teleszkit a kormányában. Talán három másik miniszter volt, aki ugyanígy maradt, tehát azért nem mondhatjuk azt, hogy teljes egészében a kormány továbbment volna Lukács kormányból, most már ez ugye a második TISZA kormány volt, hiszen Tisza István volt miniszterelnök 1903-tól kezdve, de az mindenképpen elmondható, hogy azért TISZA épített a korábbi tapasztalatokra, és akkor hát így jutunk el tulajdonképpen, ahogy a kérdésében elhangzott, a júliusi válsághoz, tehát 14 nyarához, amikor is azzal szembesül a monarchia mindkét állama, hogy hát át kell állni egy hadigazdálkodásra, ha is szóval élve. És hát ez nem egy egyszerű feladat, mert a korábbi időszakokban több évtizedre visszamenőleg nem volt ekkora nagy háború. Ez azt jelenti, hogy közvetlen tapasztalatok sem voltak, hogy pontosan akkor most mit is kellene, hogy hogyan kellene csinálni. Ugye az utolsó nagy katonai beavatkozás háború az a boszniai okupáció volt 1878-ban, Hát az, az, jó régen volt ehhez képest, tehát nagyon több mint 40 éve, hát most más, mást nem említve, hogy a vezérkar főnöke Konrád akkor egy kezdő tiszt volt ott abban a hadjáratban, itt 44 évvel később pedig már ő volt a, 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 haderő irányítója operatív értelemben, de hát más példákat is lehet itt mondani. Ergo ez azt jelenti, hogy nem nagyon volt a tapasztalatok, hogy mit, mit kell csinálni egy ilyen helyzetben, tehát mindenkinek magának kellett megtalálni a megfelelő útat nevezhetjük nyugodtan így. Ő neki pedig, hogy pénzügyminiszterként kellett megtalálni. Említette az előadásában, ezt felírtam magamnak, hogy ezen gondolkodott, vagy erről publikált, nem tudom, hány hétig finanszírozható egyáltalán a háború? Ez egy nagyon, ez így nagyon van. fontos ez így szemlélet, van. nagyon fontos hozzáállás az egész. Azt az kell látni az egész problématikával kapcsolatban, hogy a korszaknak az állami költségvetései azok jóval, hát most bocsánat, a közgazdászoktól, akik megnézik ezt a műsort, mert milyen most sületlenül fogalmazok, vagy nem jól, de a lényeg a lényeg, hogy az életnek jóval kevesebb területét szabályozta a financiális politika. Tehát ez azt jelenti, hogy kisebbek voltak az adóbevételek, jóval de ugyanakkor a kiadások is jóval kisebb arányúak voltak, tehát igazából a társadalombiztosítás nagyon gyerekcipőben járt, tehát ez csak a holti korszak fogja megteremteni például, de lehet itt a közigazgatástól kezdve, csak gyakorlatilag az életben innen területén el lehet mondani. A társadalom hogy... néhány évtizede vagyunk attól, hogy ott is ezt Igen, tehát beveszt, ez való, valóban kitalálták, már vannak, vannak, tehát nem lehet azt mondani, hogy totál nem, teljesen nem létezik ez a dolog, de hát azért gyerekcipőben jár. És az állam bevételei is voltak éppen, ez kicsit hasonló mai helyzethez egyébként, hogy alapvetően a közvetett adóktól függött, de jelesül a mai ÁFA erődjének tekintető különböző járadékoktól, jövedelmektől, de hát ugye nem minden nem volt például ÁFA, mint ami a mai gazdaságban van, hanem bizonyos termékeket adóztattak meg ilyen, ilyen, ilyen szempontból. És hát Teleszki, igazából abban a, 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 azt a politikát követi, hogy nem akar drasztikus adóemeléseket végrehajtani. Aztán belekényszerül abba, hogy persze emelni kell az adókat, de alapvetően abban gondolkodik, hogy a háborúkat hitelből, vagy ezt a háborút hitelből kell finanszírozni. Tehát ő válik az egyik háttér emberévé a úgynevezett hadi kölcsön rendszernek, hát ez ismerős is mindenki számára. És ez igazából az egész európai tendencia nagyjából ez volt, hogy az állampolgárok, vállalatok gyakorlatilag pénzt egyeztek a hadi kiadásokra, és ezeket gyakorlatilag hadi kölcsönként folyósították. Ugye az volt az ígéret akkoriban, hogy vége lesz a háborúnak, akkor ezeket majd vissza fogják téríteni lehetőleg kamatos túl. Hát tudjuk, hogy ez megtörténik végül is, csak közben van egy nagyon magas infláció, ami azt jelenti, hogy lényegében egy elképes visszatérítés lesz majd a későbbiekben, hiszen ezek a koronai összegek teljesen elinflálódnak. Ez csak a monarhi visszatér... országaiban volt így, vagy egész Európában? Ez gyakorlatilag azt mondta, hogy egész Európában így van. Abban van különbség inkább, hogy a mennyi, mennyiben támaszkodtak ezekre a bevételekre az egyes államok. Tehát például Angliában ez egy kisebb Do, súlyú dolog volt. A franciáknál is a, a központi tanakhoz képest kisebb volt. A németeknél nagyon markánsan erre épült a hadigazdálkodás, és hát nálunk is az osztrák mondja monarchiában. Tehát igazából azt lehet mondani, és ezt elmondtam az előadásomban is, hogy a készültek ilyen kimutatások ezzel kapcsolatban, hogy pontosan a, hogy mi fedezi a háborús költségeket, és hát osztottak, szoroztak, kivontak, és ki is arra jutott, hogy kb. 95%-át tehát még egyszer 95%-át hitelből finanszírozta az osztrák magyar monarchia háborús kiadásainak. Tehát ez egy megdöbbentően magas szám. Ezzel ugye az volt a probléma, hogy ha nyer a központi hatalmak tábora, akkor igazából egy hasonló út lett volna, mint az amerikai Antant kölcsönök esetében, hogy akkor valahogy győztesként ezeket vissza lehetett volna szedni, ezeket az összegeket de gazdasági szempontból ez egy vabankjáték volt, hiszen ha veszítünk, és ez be is következett, akkor ugye kérdésessé vált az az összegeknek a visszafizetése, ami hát persze magában hordozta azt, hogy társadalmi feszültségek lesznek, szociális krízis, etc. etc. Tehát ez, egy vabankjáték volt, és igazából a Tereszki is így fogalmazza meg, hogy annyit tudtak elérni, hogy eltolták ezt a problémahalmazt a világháború éveitől a 20-as évekre. Hát ezt látták már 14-15-ben, hogy nagyjából ez fog bekövetkezni, hogy az nem volt bizonyos, hogy mi lesz a háborúnak a kimenetele. És hát ugye itt, itt, megint előjön az a szempont, ami az egész első világháború kirobbanásakor meghatározó volt, hogy gazdasági szempontból ez a, valószínűleg a világtöltem egyik háborúja volt, hiszen az európai gazdasági rendszer alapvetően attól függött, hogy az európai államok kereskedelmi volumene az olyan mértékű volt, ami az egész világgazdaságot meghatározta. Tehát Németország, Franciaország egymással volt utalva gazdasági szempontból, de az Anglia-Németország viszonylatában is elmondható volt, és az amerikaiak akkor még nem nagyon rúgtak labdába, ezt szabad így fogalmazni, mert nagyon erősödött a gazdaságuk, de alapvetően az európai gazdaságok egymással voltak utalva, és gazdasági szempontból ez egy teljes őrültség volt, hogy egymásnak estek így az európai hatalmak. ezt Teleszki is valahogy azért detektálta, észrevette, de hát itt nagyon, nem nagyon volt mozgástér ebből a szempontból. Tehát ahogy elindult ez a gépezet, sajnos a háború természetesen sokszor ilyen, hogy a irracionális tényezők lépnek erőtérbe a racionálisokkal szemben, és ez igazából egy ilyen örvény alakul ki ebből, kicsit az orosz-ukrán konfliktusnál is ezt lehet megfigyelni. Tehát, tehát igazából ezek voltak a főbb gazdaságpolitikai elképzelése, vagy elvei Teleszkinek. A... Most mondja az irracionalitás, de mondjuk ha, ha mindegyik ország kölcsönökre szorult, esetleg 95%-on kölcsönökből fedezte a háborút, ennyire irracionális volt ez az első világháború idején, akkor tulajdonképpen az járt jól, aki a kölcsönöket adta, Tulajdonképpen hát igen, igen, tulajdonképpen igen, ezt látjuk, a, ugye ez a klasszikus Antant példát látjuk, hogy itt az amerikaiak válnak fő külső hitelezőjévé az Antant államok részében, vagy az Antant államoknak, és ezt látjuk egyébként, igen, hogy a legnagyobb nyeresség ez ebből származott, ugye az ő kihelyezett kölcsönjeik javították a tárgyalási pozícióikat, és hát a világháború után meg ezt szépen visszakérték az érintett két nagyhatalomtól, tehát az olaszok is kaptak persze a hiteleket, de hát nagyságrendileg ugye az angol-francia volt a, a meghatározó. És ugye a békerencet is úgy dolgozták ki lényegében, hogy a, az volt a filozófiája, hogy óvátételként a Nagy-Britannia, Franciaország beszedi a központi hatalmaktól a pénzt, ugye főleg a német és ebből törlesztene gyakorlatilag az amerikaiaknak. Tehát ez volt a, a okay. filozófia. És igazából a 20 években ez nagyjából hát több-kevesebb villongással, de tulajdonképpen működött egészen 1900, a nagy gazdasági világválság 29-ig, akkor, akkor borult fel teljesen a rendszer, és aztán az, hogy a, létrejön a Hitlerféle Németország, hát az nagy mértékben erre a dologra ment vissza, hiszen jól lehetett argumentálni azzal, hogy a munkánk arra megy el, hogy az amerikai hiteligényeket kielégítsük. Tehát ez, ez egy eléggé... Hát visszatekintve persze mindenki okosabb, és könnyen, könnyű azt mondani, hogy ezt el, elrontotta az Anton tábora, de hát a tapasztalatok mégiscsak erre mutatnak, és hát ugye a második világháború lezárása azért ezt igazolja is, hiszen akkor már ezt nem, nem próbálják meg újra, mert azért elég, elég komoly lecke volt a maga az újabb világégés. De hát ez, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ilyen, ilyen történet. Ugye Tereszkire visszakanyarodva... De még a... egy pillanat, mert visszakanyarodva, de ne haragudjon. Csak majd, majd, lehet, hogy akkor csinálnak még egy műsort a Telexkiből is, de itt most ugye, ha ki finanszírozta, ki adta akkor a hiteleket a központi hatalmaknak? Mert említette, egy ilyen összefoglaló kérdés ezekről. Mm -hmm. említette ugye a hitleri előnyom, és annak ugye akkor tudjuk, hogy a, a németországi Warburg Bank állt mögöttük, hitlerék mögött leginkább. Na most, az első világháború idején volt már olyan erős a Warburg bankház, hogy akkor is ő állt mögöttük, vagy akkor valami más állt mögöttük. Hát, Sőt, hát a második világháború idején is a Warburg bankház valami módon már. Igen, Amerikából tehát is, én ezt, ezt úgy, például... úgy fogalmaznám meg, hogy a központi hatalmak alapvetően a saját belső forrásaikról voltak. Volt utalva, Hiteleintézetek. Hát rengeteget az élet az asztalra. Tehát, hogyha most a konkrét szemszerű koronai értékeket megnézzük, csak az osztrák monarhiában, hogy általában egy hadi kölcsönjegyzésben ilyen 4-5-6 milliárd koronákat tettek le az emberek, vállalatok az asztalra. Mm -hmm. Ez egy bődületes összeg. Most ezt az a baj, nem, nem tudom pontosan érzékeltetni a hallgatókkal, csak úgy, de ha mondjuk számba veszik például, hogy egy miniszternek a fizetése az 8000 korona volt, tehát ez lehet minél egy csúcsminiszter vagy egy csúcs hivatalnoki fizetés az 8000 korona volt, és ehhez képes kell nézni ezeket a milliárdos összegeket, tehát igazából a, a, a belső tartalékok, vagy mondjuk így a hazai tőke úgymond volt mind a két központi uh -huh. hatalom táborában. Itt inkább a külső források hiányoztak. Persze valamennyi amerikai rész ment a német birodalom meg monarhiába is, de ez el, el, elhanyagolható volt a, uh -huh. a másik oldalhoz képest. És igazából kívül nagyon nem tudtak tőkét bevinni. Tehát ugye a háború globális szempontból úgy nézett ki, hogy az Antant bekerítette már hát egyszerűen a földrajzi elhelyezkedésénél fogva is a központi hatalmakat, elvágta lényegében a gazdasági kereskedelmi lehetőség döntőzömét is, és ezzel lényegében pénzügyi politikai szempontból is egy falat vont a központi hatalmak köré, amelyiket hát ezt nem bírta ki a világháború legvégén már. Igazából már 18 elején is ebből komoly bajok voltak. Ugye én hat történész vagyok főszabály szerint, és tehát általában a katonai aspektusokat vizsgálni. De hát az is de pénz kell, kellom, hogy mondtam már egy klasszikus. De így van, így van igazából a, a vérentúr, és ugye itt rengeteg ember meghal, mert nyomorékkával, és a többi, és a többi, de igazából zajlik -e egy pénzügyi küzdelem is. Tehát ezt fel lehetne így valahogy rajzolni erre a térképre, vagy, 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 vagy gondolni, és, és ebben, a, ebben a vonatkozásban a központi hatalmak alul maradnak az Antantal szemben, egyszerűen a lehetőségek mértéke folytán. Hát igazából úgy is meg lehet fogalmazni, hogy gyakorlatilag a, a világháború elején Anglia és Németország volt nagyjából egy fontosságú csoportban, csúcsoportban. Németek már megelőzték talán Nagy-Britanniát tízes évek elején. É, és ugye ott voltak az amerikaiak, akik viszont már top listások volt, a top első volt már 10-11 magasságában, és az, hogy a első, meg mondjuk a harmadik összeáll a franciák, akik talán az ötödikek voltak, vagy a negyedikek, ez, ezt nem lehetett ellensúlyozni, mm -hmm. tehát ez ez, 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 ez... ez, igazából anyagi téren ez döntél a háborút, hogy, hogy a, egyszerűen hát megfolytják gazdaságilag központi hatalmakat. Ja, és mindezt úgy egyébként, hogy Oroszországot nagy mértékben a nyugati Antant hitelei tartják életben. Tehát ezt nem szoktuk mindig elmondani, de így van, hogy jelentős támogatást kap Pétervár amennyi nélkül valószínűleg 15 re már nem, nem tudnának háborúzni, mert egyszerűen a gazdasági felecsük annyival hátrébb van a többi félhez képest, hogy nem bírták volna. De hát ez egy nagyon komplex, nagyon komplex kérdés, és igazából nem voltak jó válaszok egyik oldalon sem minden problémára, mert például az inflációt azt nem tudták kezelni. Tehát se a nyugati antalmaknak nem sikerült, se a központi hatalmaknak. Ugye akkor is megfogalmazottak olyan vádak, hogy az inflációnak vannak olyan előnyei, hogy ha az infláció növekszik, akkor növekszenek az adóbevételek is, főleg ugye a mai áfa értelmében például. De mivel az első világháborúban ezek a adóékek jóval szerényebbek voltak, mint manapság, ez viszont bár jelentkezett a hatásod, de nem mégsem annyira, mint amennyire most is látjuk, ugye, hogy a költségvetésnek hirtelen megnő a bevétele, csak az, á, az, infláció miatt drasztikusan, akár harmadával is, azt hiszem, ilyen értékek jönnek ki most a magyar költségvetésben, ha jól olvastam. De a lényeg a lényeg tehát, hogy, hogy azért ennek van negatív hatásait is azért látták. A Teleszkinek a gazdaság filozófia, az röviden az volt, hogy ez próbált. Igen, visszatérünk, azért éreztem fontosnak, hogy De nem, be, nem ez jó, jó is, a hátmeret, igen, amiben ez, jó is, is, mert ez, őt is foglalkoztatta egyébként. Tehát a, ugye, aki két fő munkája van, van a kifejezetten az első világháború lét gazdasági összefoglalása, ezt még ő maga adta ki 1927-ben, és van egy másik munkája, amit igazából a, a, meglévő munkáiból olóztak össze, és adtak ki egy kötetként, tehát az egy fegyverként használható 700 oldalas munka, és ebben például nagyon érdeklődött, ami ma nagyon aktuális és urgán dolog, a háborús infláció kérdése. Háborúra. Tehát ezt nagyon-nagyon-nagyon és egyébként ilyen szempontból érdemes lenne jobban őt bevonni a közbeszédbe is, hát aki ezt a műsort hallja, látja, az talán is teheti. Mert, mert, hát, ahogy meg van írva, hogy nincs új a nap alatt, azért a, tehát az első világháború is azokat a gazdasági szintomákat hozza, amit most hát megtapasztalunk a saját bőrünkön, még úgy is, hogy nem vagyunk hadviselőfelek. Tehát ezek minden, mindenkit érintettek, és, és a, és a háborús infláció az nagyon mozgatta a Tereszkinek is a, a képzeletét, vagy, 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 vagy felvonta, vagy kiváltotta érdeklődését természetesen. Ő és úgy látta ezeket a... Hát dolgokat. ő úgy látta, hogy igazából a háborús inflációnak az lesz a szerepe, hogy el fog szegényedni a középosztály, és a... Jó, lehet, az adóbevételek növekednek ennek hatására, de a problémákat igazából csak eltoljuk a 20-as évekre, tehát ezt leírja, tehát ez nem azt, hogy visszavetítve mondta ezt, hanem ezt publikálja már a tízes évek közepén, tehát van erről forrásunk, tehát ez nem az, hogy most visszavetítette a későbbiekben. És igazából az egész gazdaságpolitikára ezt tartotta a veszélynek, hogy egyszerűen eninflálódnak a, a jövedelmek, és hát krízis áll be. Hát ez be is következik egyébként. Tehát ugye 18 ban jutunk el arra az állapotra, hogy e, egyetemi tanárnak van olyan kérelme, Debrecem, ezt saját, illetve kutatócsoportunknak kutatásaiból tudjuk, hogy e, írnia kell a minisztériumba, hogy nem tudja a fizetéséből, egy havi fizetéséből cipőt venni. Hm. És akkor ilyen cipőpótlékot kér gyakorlatilag, vagy küldjenek le egy cipőn. Tehát elképesztő mélységű nyomor alakul ki. E, Ugye a kortások számára ez azért annyira nem volt feltűnő, mert hiányzott ugye a szociális háló hát majdnem teljes egészében, de hát nagyon-nagyon nyomor támadt itt az osztrák monarhiában, és ugye minden minden összefügg, tehát az, hogy a gazdaság értelme, ugye a blokkád alatt van a osztrák magyar monarchia, ez azt jelenti, hogy rengeteg áru, amit nem lehetett megtermelni a monarchián belül, például a kávé az ö, úgy vált hiánycikké, hogy pótolhatatlannak tűnt. Aztán kitaláltak ugye a pótkávé fogalmát például, vagy például a... Ezt mégis a, ismerem gyerekkoromból, a cikóriából. Cikóriából, igen, hogy mindent keresték, hogy mivel lehet pótanyagok. Tehát igazából a, ugye a Manfred Rauchensteiner történész, Ostráj történésznek van egy ilyen mondata, monográfiában, néhány év nem magyar nyelven is, hogy igazából ilyen pót, pót, pót gazdálkodás alakul ki, hogy mindent már pótolni igyekeznek. Tehát, hogy nincs elég bőr, akkor keresik, hogy mivel lehet pótolni a bőrt, a kávé, cukor ilyen. Tehát gyakorlatilag, de majdnem minden olyan, minden olyan része az életnek, ahol a, akkor úgy hívták ezeket, hogy egy gyarmatárú, tehát hogy ami gyarmatokról érkezett be, ezek, ezek blokkolva lettek. És egy hiánygazdaság alakul ki, ami egy spirált vált ki, hogy ha a bányászat teljesítménye csökken, akkor kevesebb szén kerül ugye a gazdaságba, ha kevesebb szén van, akkor szállítás nehézségekbe ütközik, az visszaad a mezőgazdaságra, és igazából egy ilyen ördögi köröknek az egész sorozata alakul ki, amelynek a vége egy elég nagy gazdasági káosz. Ugye egyrendszeresen lehet fenntartani az élelmiszerellátást, tehát ugye ezzel, ezzel, a problémával nem tudnak még birkózni se a magyar kormányok, se a német kormányok, osztrák magyar monarchia, vagy az osztrák ö, kormányok sem, és ez a helyzet ez nagy mértékben elősegíti a 18 végi változásokat, ugye egy szociális krízis alakul ki, és hát nem véletlen, ugye, hogy az új hatalmi égiszek a baratolódás egyében, hogy a szociális kérdésből ö, táplálkoznak, tehát ez, ez vagy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a bukás okává is, és nem pedig a harctéri vereségek. Hát igen, ez, amiről beszéltünk, ez azt mutatja, hogy tulajdonképpen, ha lehet, hogy valaki arra gondol most, akkor miért érdemes beszélni egy Tereszki János nevű pénzügyminiszterről, és amiről most az ő története során beszéltünk, az tulajdonképpen hát én úgy érzem, hogy nagyon megszívvelendő tanulságokkal jár napjainkra is, minthogyha ezt látnánk, hogy a középosztály az. Így van. Tehát ez, ez, ezek olyan törvények, amelyek igazából sok szempontból szerintem ilyen természeti törvényekhez lehetne őket hasonlítani. Tehát vannak ilyen ökölszabályok egyszerűen, hogyha a háború ilyen helyzet alakul ki, amilyen most is vagyunk 2022-ben, akkor annak az a következménye, hogy a középosztály lecsúszik, lesz egy szűk elit, amelyiknek nem, hogy roman a pozíció, nem egyenesen javul is, hiszen gondoljunk bele, hogy ezek a tényleg egebeszökő gázárok, hát itt a pénz az nem fundál ki a világűrbe, hogy valahol eltűn, hanem ez valahol lecsapódik, jelentkezik. Mm. Tehát itt őrült profitok keletkeznek. De ezt is igazából az első világháború már hozza a példát nekünk, hogy gyakorlatilag milyen, milyen jelenségek vannak persze nyilván változik a világ, meg eltelt több mint száz év már, de van ezek a jelenségek, ezek, ezek tehát még egyszer mondom, hogy a közgazdaság tanban is vannak törvények, bár hát ugye problémás, a, ugye, hasonlóan itt a ez a közgazdaság is küzd ilyen problémák, hogy a tudományos jellegét sok szempontból ö, lehet támadni, hiszen például nagyon nehéz megismételni egyes elméletek pontos hatásának a következmények vizsgálatát. És ugye a tudománynak feltétele az, hogy megismerhetőség, követelménye fönnálljon, és ebben a közgazdaságtudományban is vannak gondok, vagy például az, hogyha adunk egy tendenciát, hogy milyen gazdaságpolitikát szeretnénk követni, akkor nem mindig jön be az a lépés, hiszen más tényezők is felbukkanhatnak, és hát ezek kioltatják egymást. De most gondoljunk egy, például a mi mostani esetünkre Magyarországon, hogy egy banknak a kamatemelési politikája nagyon más választása nem volt egyébként, hogy egy banknak, mert ez is egy háborús tapasztalat, hogy ilyenkor kamatok főleg a nem leg, legtőkeresebb országban fölmennek, törvény, de most azt látjuk, hogy ez nem törli le úgy olyan mértékben az inflációt, mint amennyire az elvárható lenne ettől. És a közgazdászok mondják, hogy ők se értik, hogy mi van. Tehát, hogy ez, ez igazából egy ilyen. ilyen ha dolog. megértjük, akkor jobb, bele, jobb nem belegondolni. Meg én azt, azt, mondom erre egyébként, hogy nem, nem feltétlenül ez a tudósonak a hibája, hanem minden olyan dolog, ami az ember van benne. Ezt nehéz feltétlen tudományosítani, most csúnya szót mondtam, mert az embernek vannak olyan cselekedetei, amik nem, egyszerűen nem racionálisak, és hogyha már ezeket nem tudjuk teljes mértékben beépíteni, akkor az egész konstrukció meggyengül, vagy rosszabb esetben össze is omlik. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és igazából teleszki munkáit nehéz olvasni, mert nagyon száraz. Ezek közgazdasági szakszövegek, tehát az én kompetenciám se felel meg ezeknek szerintem. Hát gondolva itt a korábbi állami, amikor szakvizsgáztam 8 éve, akkor pont ilyen közgazdasági tételt húztam, és nem volt valami átütő a feleletem. de azért, azért, azt látom, hogy, hogy, hogy ez, ez, egy mély megalapozottságú szak elméleti munka, mind a kettő. És euh, nincsen úgy köztudatban, tehát ezt ez, ez jobban lehetne szerintem kiaknázni. Amit szeretnék mondani viszont, és nem akarom úgy, hogy így menjünk el, hogy ezt nem mondtam el, hogy Teleszkinek a megközelítése euh, az drasztikusan különbözik a mostani felfogástól abban a tekintetben, no. hogy az inflációtól, még a le, legkisebb inflációtól is euh, óvaintett. Tehát ugye most az a dogma van, hogyha ha az az ideális gazdaság állapotában 2-3%-os évi infláció van, mert akkor fog fogyasztani úgy a lakosság, hogy nem nem gátolja meg a gazdaság fejlődésének lehetőségét, de ugyanakkor nem is inflálódnak el ugye a jövedelmek, stb. stb. És az szemben azt mondta, hogy szerintem az 1 infláció is sok, tehát erre nem szabad építeni egy gazdaságot, és szigorú takarékosság intézkedésekkel kell irányítani egy gazdaságot. Ezért van az, hogy kialakul róla egy ilyen... A hát, vastag ceruza. A vastag ceruza, ez nagyon gyakran olyan a karikatúrákból, hogy ott van a, a vastag ceruza, megnyomja a kiadásokat, illetve visszafogja ezeket. Ugye van egy, ha valaki megnézi a, az előadásomat, a, ott ezek a diák elő is kerülnek, hogy például van egy olyan 1939-ben egy karikatúra, amikor meghal, hogy megy föl a mennyekbe Tiszáékhoz, Tisza a Nemzeti Munkapártnak többi jeles képviselőjéhez, és akkor egy mogorva arccal a háttányokat, mint egy ilyen keresztként viszi a hatalmas ceruzáját, és akkor a mogorva teleszki ki üdvözül, tehát egy ilyen, ilyen rajz. És ugye ő ezt a saját életvitelében is tovább vitte, tehát nem nősült meg, ez még önmagában a gazdaságra megy vissza, de nem nősült meg, és a beszámolók alapján nem, igazából például a ruházkodásban nem törekedett arra, a legjobb öltönyei legyenek, vagy a legjobb smokingok, -ok, hanem megelégedett ö, szerényebbekkel, mintve hát a, a, azon kívül, hogy szivarozott, igazából olyan káros szokása se nagyon volt. Kiemelték azt a beszámolók, hogy nagyon strikt fegyelmezett hivatalnok volt, ami azt jelentette, hogy szépen beért mindig reggel 8 órára a hivatalba, ami akkor egyébként nem volt úgy elvárás, mint most, tehát jegyzem meg mert akkor más volt a hivatali életnek a ritmusa, mint a, a mai uh -huh. életben, Ügy, úgy nézett ki igazából, hogy nagyjából tíz órakor kezdtek el érdeményleg dolgozni, de akkor nagyon, nagyon megnyomták ebédig, ebéd után volt egy kis pihenő, utána meg nagyon megnyomták, késő délutánig, és igazából sokszor esteigben nyúlóan dolgoztak, de más volt a, az általános ritmusa így a munkának, de Teleskine kiemelték ezt, hogy ebben a más világban be ment mindig reggel nyolcra ott volt gyakorlatilag első között a hivatalnok között, még akkor is, amikor már államtitkaren miniszter lett. Tehát egyébként egy, a, a, annak ellenére egy emberről beszélünk, egy színes karakter volt. Köszönöm szépen. Ligeti Dávid történész, a Veritas Történetkutató Intézet és levéltár Tudományos Főmunkatársát hallották.